amit ővő legyen. A pofácskája hamarosan dagadni kezdett, és mikor a barázda billegető meglátta, ilyettében még billegetni is elfelejtett. Lekonyult a nyuszi füle bánatában, és csak üldögélt a rét közepén. Vadvirágok legyezgették a daganatot, gyógyfőcskék kínálgatták magukat orvosságnak, de mindez sajnos nem használt. Észrevette, hogy egy mókus mogyorót ropogtat az erdő széli fán. Elkezdett vele beszélgetni. Mak-mak, de jó neked, mókuska, mi bajod van, nyulacska? Fáj a fogam, mókuska, ki kell húzni, nyulacska? Ki húzná ki, mókuska? Harkálj, doktor, nyulacska. Nem fog fájni, mókuska. Csak egy kicsit, nyulacska. Gyáva volt a nyuszi, de a foga már annyira fájt, hogy mégis elindult az erdőbe. Harkály doktor kopácsolása már messziről hallatszódott, és hogy közeledett, egyre jobban inába szállt a bátorsága. Sárga répás, jó napot! Toppant elé a hirtelen róka. Mi lelte azt a szép nyúlpofikádat, hogy ekkorára dagadt? Most megyek fogad húzatni, reszketett a nyuszi, de nagyon féle, mert Harkály doktornak éles ám a csőre. Ó, sopánkodott a róka, hiszen nem is kell ahhoz Harkály, idesüs nyulacska. Majd én rá kötök egy vékony indát a rossz fogadra, megrántom, és úgy kihúzom, hogy cseppet sem fog fájni. Valójában persze azt gondolta a ravasz róka, hogy a fogára kötött indánál fogva hazavezeti a gyáva nyulácskát a rókajukban várakozó fiainak. Azoknak ma éppen ilyen gyönge nyúlhúsra támad kedvük. A nyuszi ezt persze nem tudta, ezért izgatottan mozgatta a bajuszát. Komolyan mondod, róka bácsi? Úgy ám, füles öcsém, soha többet nem fog fájni a fogad. Na gyere közelebb, nem bántalak. Tárts ki szépen a szád. Ígyni, bizony csúnya fog, de már rajta is a hurok. Na gyere szépen velem, amerre vezetlek. Vitte a róka a megszeppen nyulácskát, és már majdnem a rókajuknál voltak, már be is húzhatta volna, de akkor az egyik rókafi, a legéhesebbik, kidugta a fejét, és elkiáltotta magát. Hozzá a papa a pecsenyét! Ettől a nyuszi úgy megijedt, hogy hátra rántotta a fejét, és nyomban kirepült a szájából a fájós fogacska. A róka, aki meg az inda másik végét húzta, hanyat bukfencezett, és egyenesen legurult a domboldalról, bele a jég hideg patakba. Felröppentek a madarak a fákról, összeszaladtak az őzek, és makkot dobáltak egymásnak a mókusok. Örültek, hogy a ravasz dipóról járt. A nyuszi pedig megszabadult a fájós fogától, és máig is vidáman ugrál a barázdában. Aki nem hiszi, menjen ki a mezőre, és kérdezze meg tőle.